A kisvállalkozások felkarolása, a kezdeti lendület megadása és fenntartása a célja az Országos Vállalkozói Mentor Programnak, hangzott el a toborzó rendezvényen. Mentorát lehet a 35 év alatti fiatal vállalkozó, a legfeljebb 3 éve bejegyzett vállalkozással rendelkező női vállalkozó, valamint a generációváltással érintett családi vállalkozások. Náluk a jövedelem elvesztésétől való félelem és a kapcsolati tőke hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Ezek minden szektorban érzékelhetőek. Nagyon fontos kiemelnünk, én úgy gondolom, a szolgáltató szektort. Ugye itt a mikrovállalkozásoknál van a fő probléma. Tehát ezek az egyéni vállalkozók, mikrovállalkozók azok, akik elég alacsony túlélési eséllyel indítják a vállalkozásukat, és bizony nekik kell ez a támogatás, hiszen ők dolgoznak, nem tudnak alkalmazni külön olyan pénzügyi és egyéb szakembereket, akik megoldják a problémáikat, így őket kell megtanítani erre, és nekik kell a támogatást adni. Ez azért is fontos, mert ma látjuk, hogy egyre jobban a szolgáltatóiparban jelentkezik ez a probléma, hogy kevesebb a vállalkozás, kevesebb a munkaerő, és bizony a lakosság látja ennek a kárát, hiszen egy-egy szolgáltatásra gyakran hónapokat kell várni. A mentorprogrammal megállítanák a külföldre vándorlást is, ami az IPOSZ elnöke szerint az utóbbi években egyre erőteljesebben mutatkozik a kisvállalkozások körében. 200 vállalkozás kaphat ehhez ingyenes támogatást 100 tapasztalt vállalkozótól. A mentor és a mentorált 1 éven keresztül dolgozik majd együtt, elektronikus úton kommunikálnak és havonta egyszer találkoznak. A SZÍD alapítvány segít nekik kialakítani az egyéni fejlesztési tervet az alapján, hogy a kisvállalkozásnak mik a célkitűzései. Mentornak bárki jelentkezhet, aki megfelel a követelményeknek. A mentorok ugye alapvetően annyit mondunk róla, hogy legyenek tapasztalt vállalkozók, de azért néhány objektív feltételt mégis muszáj voltunk megszabni. Ilyen például, hogy legalább 5 fős vállalkozásban legyen tapasztalata, vagy középvezetői tapasztalattal bírjon, ahol legalább 5-en dolgoztak vele együtt. Legyen 5 éves vállalkozói múltja, és a kapcsolatrendszer, ami még egy megfelelően körülírt feltétel, hiszen kapcsolatrendszer nélkül nehezen tudjuk azt a kapcsolati tőke hiányt pótolni, ami egyébként ezeket a szegmenseket jellemezni tudja. A napjainkban újonnan alakuló egyéni vállalkozások közül mindössze 30%-unk maradt fent az első 5 év eltelte után. Ez elveszi a fiatalok kedvét a vállalkozástól, ezen is segíthet az Országos Vállalkozói Mentorprogram.